Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez itt a Rimship Troopers 28. epizódja. És hölgyeim és uraim, a mai részt a Rommel takarításról fog szólni. Rengeteg tetemet kell elhamvasztanunk, rengeteg helyen kell újjáépítenünk, rengeteg dolgunk van. És szerintem fogjunk is hozzá, hogy mi lesz a legfontosabb. Valószínűleg a drónoknak a javítását fogom előtérbe helyezni legelőször. Valamint néhány drónnak az elkészítését se ártana mondjuk úgy elsősorba venni. Kama már... Na, van három robotik komponensünk, ez nagyon-nagyon jó. Egyet kell még csinálnunk, utána kettő Matrixot, és vár ránk kettő takarító robot. Takarító robot azért kell, mert itt brutális mocsok van, amit jó lenne, hogyha úgy eltakarítanának. Rengeteg hányás, rengeteg ilyen bogárvér, amit le kell tisztítani. Hogyha ez nem történik meg, akkor szembe kell néznünk azzal a tényen, hölgyeim és uraim, hogy a duplikánsaink meg fognak zakkanni, és jön a stressz által a reakció, ami messze menően nem lesz kellemes. Előző részben rágyzsakot elveszettük egy szívroham miatt, és ez a szívroham sajnálatos módon nem lett orvosolva, a saját hibámból fakadóan, ugyanis egy szívrohamot már talpon kiárt. Ez a szerencsétlen ember, viszont sajnálatos módon a másodiknál már nem volt ekkora szerencséje. Én reménykedek benne, hogy kicsit alakulni fog most így a kolóniának a sorsa, és megpróbálunk a lehető legtöbb drónt megcsinálni, létrehozni, illetve aktivizálni. Na most, fővel kapcsolatban nem igazán áll jól a helyzetünk, és ezért is fogok változtatni azon, hogy egy hímek, vagy ennyi állatunk maradt, ami nagyon jó, ami nagyon sok. Egészen sok kutyánk van. Husky, Labrador. Tyúkunk is van néhány, úgyhogy tyúk tenyészetünket fel tudjuk éleszteni. Bumpatkányból viszont nincs hímünk. Ha szeretnénk ezen változtatni, akkor mindenféleképpen kell hím, de szerintem nem fogok hímeket befogni, hanem megmaradok ennyi bumpatkánynál. És van nekem egy olyan területem, tudod-e, hogy hímnek hívják azt a területet, látod-e? És ezt a hímek területet én ki is veszem a játékból, és azt mondom, hogy a hímek területet fogom kijelölni eme pozíciónak. Itt a bumpatkányok nyugodtan tudnak majd tartózkodni, illetve a többi állatom és a külterület adottságait kihasználva. December 13 van, lassan kezdődik a tavasz, a kinti hőmérséklet 13 fok, pont ideális, hogy kizavarjam ezeket az állatokat és legelésre kényszerítsem. Azt mondja, hogy innestől kezdve végig a pulyka csibéket, mindenkit, minden egyes, illetve minden kettes lényemet, szarvasmarhát is. Ez azért is fontos, hölgyeim és uraim, mert a szénám az elfogyott, itt van még egy kevés, ha jól látom, az ott egy meddőtojás. Tyúktojás, meddő. Nem hűtött, 14 nap múlva megromlik. Why? Mert a kakas nem termékenyítette meg, az itt a történet? Igen, valószínű. Na kicsit pörgessük fel az időt, hölgyeim és uraim. Nagyon-nagyon örülök, hogy az előző részekben nem érte szó így a hűtőm elejét. Tehát mindig most is 9 fok van. És szeretném, hogyha megcsinálnák így a lehető leggyorsabban ezeket a szarkofágokat. Az építő drónjaim rajta vannak az épületeknek a megjavításán, és észt fogom kijelölni elsősoron, aki ezt a két feladatot fogja teljesíteni, ugyanis 3 halottam van, ezt a 3 halottat mindenféleképpen el kell temetnem. Robotic Matrix elkészült, az egy nagyon-nagyon jó hír, és Kamba a takarító drónt végre elkezdte csinálni. Ez egy remek hír, már csak 60 némi tyúkos elrohadt a raktárba. Na azt az mi? Azt az mi rohadt el? Jávor szarvashús, 51. Prokoptodon pedig 75. Mennyi 2557 pókus sikerült összeharácsolnunk? Ami azért egy egészen jó. Tekintve... Hol? Miért? Milyen raktár? De gyerekek, miért oda viszitek? Nem mondjátok igen, valószínűleg élelmiszer, nyers ételeket, itt mindet kiveszünk. Ide rakták, egyen meg őket. Igen, itt most valószínűleg minden el fog rohadni, amit csak el tudunk képzelni. Igen, most kapjuk ezeket a pittyegéseket.
Mi is az, amit csinálunk, hölgyeim és uraim, itt van egy crafter robot, amit meg kellene javítanunk, vagy egy kitchen bot, amit szintén aktivizálnunk kellene, és azt hiszem, hogy van-e valahol esetlegesen Howler drón, amit meg tudunk javítani. Howler bot disabled. Nagyon jó. Ész, te merész? Nem, te most mindegy semmit nem fogsz csinálni. Temetetlen gyarmatos, ezt mindenféleképpen el kell temetnünk, és megkapjuk így a bónusz 10-et, mármint így nem kapjuk meg a mínusz 10-et. Na lássuk, hogy mi az, amivel még tudunk foglalkozni. Micsoda cuki csontvázaik vannak ennek a plazma gránát vető bogának. Elég hamar elrohadnak, és csontok lesznek belőlük. Ami szokatlan így a játékot ismerve. Nem szoktak ennyire gyorsan elrohadni az állatok, és a csontokat saját maguk mögött hagyva. Ide csak falat építek? Igen, beltérből közelítsük meg. Az a baj, hogyha nem építem meg ezt a zónát, és nem tudok vendégházat biztosítani, op, ész, neked fontosabb feladatot szánok. Akkor nem fognak jönni vendégek, és nem tudom a kapcsolatot építeni. Javíts meg ezt a drónt, lássuk, hogy milyen folyamatot fogsz te használni ennek a feladatnak az eléréséért. Már van 2172 fémem. Nagyon-nagyon kell a fém. De tényleg, haver, te működhetsz is, ész. Jó, akkor most veled le fogom vadászni ezeket a Howler robotokat, amik így kirohantak a nagyvilágba. Jó lenne amúgy meglátni. Tudjátok mit? Rákattintunk. Hol a bot? Finding bot. El is tűnt, sublimált? Ez is sublimált, ez is. Az viszont működik. Nagyon jó. Oké, akkor át kell nyálazom a térképet, hogy valójában hol a könyökömben vannak ezek a dolgok. Painkiller. Medical replacement. Itt van egy builder bot. Mi lenne ész, hogyha egy builder botot megjavítanál? És lehet, hogy készen is vannak már nekünk a kitchen botok. A cleaner botok, jobban mondva. Bocsánat, nem, ott még készül. 7. Kamba, mi lenne, hogyha csinálnál valami aktívat? Valami hasznosat? Oké, ész, javíts. És az alkatrész. Fém, illetve alkatrész kell ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni, és aktivizáljuk is ezt a drónt. Van itt még egy kitchen bot, azt hiszem. Igen, kitchen bot. Ott van még egy kitchen bot. Jó, rendbe fogjuk tenni ezeket a dolgokat. Észre stabilizáljuk így a drónjainkat, és el is indítom ezeket a kitchen botokat, hogy tudjanak normálisan dolgozni. Az építő drónok meg fogják csinálni azt, ami valójában kell, ezeket a javításokat, viszont még mindig nem kam... De! Van már egy drónunk. Itt is van. Cleaner! Telepít! És ide lerakjuk a salakra, amit majd el kell takarítanunk innen. Valamint, hogy elpusztították ezt a jáde pókerasztalt, ezért csökkent a szépsége. Szépség 0,9, szépség mínusz 2. Mi csoda? Ó, vagy úgy, tehát zónák vannak mostantól. Vagy eddig is zónák voltak? Én úgy emlékeztem, hogyha nem rakok ajtót, akkor ez a zóna, ahogyha lerakok valahova egy építményt, akkor az egész területre hatással lesz. Ezek szerint ez baromság. Végre nem lesz mocsok. Én ennek nagyon-nagyon örülök. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de én nagyon-nagyon szeretem ezeket a cleaner, illetve a Howler robotokat. Haver. Mi van, nincs munka? Valószínűleg nincs, de ott a munka. Gyerekek. Robotok. Crafterbot. Mindenki korlátozás mentesen elfoglalhatja a területet. Úgyis van, barátom. Szedjél össze a bint. Valamint itt a Redland Hill. Ambrózia sarj. Hol? Nagyon jó. Ennek lehet örülni, hölgyeim és uraim. Valószínűleg majd a következő szériában örülni fogok. Amennyiben eljutok addig a pontig, hogy csináljak is olyat. Ó, de gyönyörű ez a tanker bug. Nagyon-nagyon szép csontváza van. Nagyon tetszik. Meteorit! Méghozzá aranytellér! Szóval ha eljöttök a következő szériáig, meglátjátok, hogy miért mondtam, és hogy miért fogok én örülni. Na! Akkor itt vár még elsimításra egy kisebb zóna. Azt majd meg fogjuk csinálni, és most már el is kezdték az acélfejlett laborasztalnak a gyártását. Kezdjük utolérni magunkat, egyetlen egy problémám van, hölgyeim és uraim, ami eléggé
eléggé erőteljes probléma az az, hogy védelmem az nulla. Nincs semmilyen védelmem. Hogyha most kapnék egy támadást, azt elég rendesen megszívnám. De nem akarom bevonzani, úgyhogy nem kapunk. Nem. Mindenki jól van ott, ahol van. Senki nem akar megtámadni. Ez a muffin biztos nagyon finom. Itt van egy kis cukor. A zöldségünk az nem igazán van. Elfogyott a kajánk, gyerekek? Sugár, lentil. Finom ételből van, azért rengeteg van tartalékunk, nem fogunk ilyen halni, de eléggé kevés zöldségünk van. Erős összeomlás veszély, Kamba méghozzá azért, mert nagyon éhes. Hát egyél, barátom. És aludnia is kell. És temetetlen halott. Oké. Következő nap mindenféleképpen el fogjuk temetni ezt a kettő halottat, és észt sarkalni fogom arra, hogy ez most így meg is történjen. Na lássuk, hogy hogyan is képzeltem el ennek a helynek a megkreálását. Nem ilyet szeretnék, hanem valami kis elegánsat. Parkettát? Az kigyullad. Nem fogunk parkettát lerakni. Steel. Pains was base of popular test. Starship. Na, Starship. Kettessel. Aha. Valószínűleg kettessel szeretném ezt megcsinálni. Vagy valami kis kert jellegűt. Miben mennyi kövem van? Kövem az mondjuk rengeteg van. Természetesen palából van a legtöbb, úgyhogy megcsinálom majd ezt a részt így palából. Igen, azt ott körbeveszem majd növényekkel. És ide rakni fogok. Szerintem így egy ilyen szabadabb teret. Ugyanis lehet, hogy még egyel? Még egyel. Így. Igen. Ugyanis ezek plastacél szarkofágok, és szeretnék szarkofágot adni. Hasonlóképpen szerencsétlen gerincen lőtt foglyunknak is. Ugyanis Sas volt az, akivel a szociális képzettségeket próbáltam volna egyre magasabb és magasabb szintre emelni. Egy részben meséltem arról nektek, hölgyeim és uraim, nem tudom, hogy emlékeztek vagy nem emlékeztek rá, hogy szeretnék egy beltéri börtönt. Egy nagyon-nagyon szép kis beltéri börtönt, elszeparálva mondjuk egy ilyen zónába, körülbelül. A cellákat itt a hátsó részbe lerakva, az első részbe pedig egy ilyen tornyokkal ellátott védelmi rész szeretnék kialakítani. Nem sok toronnyal, mert az, hogy mennyi rabot fogsz el, az csak rajtad múlik, senki máson. Ha te azt mondod, hogy el akarsz fogni 20 rabot, mert kíváncsi vagy a játékba, hogy milyen gerincszelen dolgok vannak, megteheted, nincsen vele para. Egyáltalán. Homokzsákot. Biztos kell az nekünk, az a homokzsák, barátom? Biztos? Álljálek meg! Gyere ide, azt építse rész. Felépítjük, és onnastól kezdve minden szuper lesz. Igen, a kukoricát nem vetettük el, a rizsből sincsen túlságosan sok minden. De... miért csinálunk? Kiváló minőségű. Nagyon jó. Építsük azt is fel, valamint az utolsót is kijelöljük mindenkinek. Ez lesz... ki tudom jelölni, hogy kinek mi lesz a jövendőbeli sírja. Ez pozitív, nem? Ez pozitív. Rajak tanár megkapja ezt a sírt. Rajak is Rikót is elvesztettük, aki a kezdő csapatban van. Most már kizárólag Ace Carmen és Dizzy és Watkins van az aktuális csapatban. Egy erdei farkas támad, mert bántották. Mert bántott. Ki? De most így komolyan. Ki bántott? Mivel? Oda ment a pulyka, aztán azt mondta neki, hogy és megsértődött a farkas? Seriously? Ahogy gyerekek, nem már. Kott, jön egy farkas. Jó, van még valaki itt, aki esetleg harcra fogható? Dizzy? Nálad? Nálad is. Nagyon jó. Oké, gyere ide. Kott, te meg fogod futtatni azt a farkast. Kit támadsz? Carment. Megsérült a farkas. Az jó, legalább lesz húsunk. Azt mondja, hogy a mozgása a farkasnak
legyengült 84%. Nem akarsz ráadózni kodra? Nem akar. Nem vártam, hogy fel fog gyorsulni az idő. Az az igazság. Oké. Mindenki folytathatja azt, amit elkezdett. Hú, nem tudom, hogy mikor fogunk talpra állni a játékkal kapcsolatban, a bázissal kapcsolatban, de nagyon remélem, hogy a lehető leggyorsabban. A lehető leggyorsabban. És megpróbáljuk azt a hibát, amit elkövettünk, azt a hibát orvosolni, és valamivel jobb védelmet kialakítani. Szent célom az hölgyeim és uraim, amit tudtok ti is, hogy el szeretném... Hát azt hiszem, hogy megint a krematóriumnak az áldozatául esett valamelyik halottan. Ezzel mindig megszívom. Vagy pedig elrohadt szerencsétlen kódnak a teteme. Szent célom elhagyni ezt a kolóniát, de addig megpróbálni mindent megcsinálni, amit szerettem volna, mindent megmutatni a Starship Troopers-szel kapcsolatban. Én kételkedem, hogy túlságosan több tartalom lenne a játékba a rovarok részéről. Az nincs így, azt a néhány részben, ami még hátra van ebből a szériából, meg fogjuk látni. A mostani részhez pedig mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok! A kellemes, nyugodt békeidőket egy látogató csoport zavarja meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 emberrel. Na! Én szeretném őket mindenféleképpen úgy vendégül látni, hogy azt mondják, hogy ez nem is annyira szar, mint amennyire gondoltuk, ez a vendégszeretet. Úgyhogy a bútorzatoknál mindenféleképpen még 5 darab ágynak az elhelyezését fogom majd így kezdeményezni. Illetve ész... 17 óra? Hát, gyere ide! Azt szépen csináld meg! És még mielőtt nagyon belemennénk, gyorsan végig nézem őket, hogy ki mire képes, mert lehet, hogyha találok még egy kutatót közöttük, akkor Rajak űrét megpróbálom majd szépen ezzel pótolni. Na, akkor lássuk. Karakterek. Azt mondja, gondot célzó pessimista, nem tud kutatni. Ó, föltúró is kanibál. P-nek hívják. Napi, milyen az életed? 48 éves. Szociális munkára képtelen és takarítani se akar. Egyik se probléma. Plusz egészen jó képességei vannak. 7-es kézművesség, 17-es szellemi munka és még általános is. Ez ugye egész jó. 100%-ban fejlődik. Amúgy 17-es az nagyon jó. Potter az hogy áll? 11-es, de ő tehetséges. P? Frakció hogy áll? 36. Ha P-t be akarom venni, akkor mennyit kell érte fizetnem? 18-at. Jó. P-nek van esélye, hogy bekerüljön. Teddy. Lássuk. Dolgos, ocsmány és bunkó. Dolgozik, de azért egy paraszt. Scout, pimp, takarítani, nem akar takarítani, 24 éves. Gyógyítani tud szerencsétlen, de hát azzal túl sokra most nem megyek. Művész 8, neurotikus, vérszomjas. És drog megszállott. Vérszomjas és drog megszállott. Képzeljétek el ezt a saját környezetetekbe. Képzeljétek el egy osztálytársatokat, vagy egy munkatársatokat, aki vérszomjas és drog megszállott. Na ez fenomenális kombináció lehet. Brutál. És még már egy neurotikus is. Jó. Szeret, hogy el vannak intézve. Legyen drogom, jó? Legyen. Azt mondtam, legyen. Ha nem, akkor meg tud... Jön a probléma. Igen. Vérszomjas, kocogó és pszichotikusan nem érzékeny. Ezek biztos haverok amúgy. Lindsay és Rose. A két vérszomjas csaj. Valamint van még Farmer. Pesszimista és lomha. Szegény, annyira lomha, hogy már egyszerűen pessimista. Jó, oké, amint közelebb ér a csapat, mindenféleképpen kezdeményezni fogom az ő hangulatoknak a javítását, mert egy előző csoport azért mondta, hogy azért elég pocsék a vendéglátásom, mert nem figyeltem oda a hangulatukra. Ez volt a legfőbb probléma. Valamint Ace, te már Ace, te hol vagy? Gyorsan heggesz fel nekik a szobát. Megvadult állat, hát ez kell, nem? Kőszáli kecske. Megtámadja kotot. De miért? Miért mindig kotot? Hol van kot? Gyerekek. És én mondjuk ezt elhiszem. Csinál már meg! Mit csinálsz amúgy? Semmit. Kőszáli kecske ellen tudunk valahogy védekezni? Kőszáli kecske, megtámadja őt vala ajtó. Hát ez biztos nem fog tudni védekezni.
Megeszi ezt finom. Jó, ész, edd meg. Edd meg. Tudod mit? Edd meg. Add meg. Nincs emberem kin. Nincs. Jolly van, akinél van egy dárda. Hát az remek. Az nagyon jó fog mutatni. Potternél van fegyver, Toxónál van fegyver. Gyertek, gyerekek! Gyertek ki, ezt a kőszári kecskét rendezzük le. Mert a második olyan alkalom, amikor egyetlen egy állat azt mondja, hogy ide jön, aztán elkezdít nekem balhézni. Nem szabad elfelejtenem, hogy a sújtócsapdákat is meg kell csinálnom, mert most azért hódok. Jó, oké. Egyszerűen csak meghalt. A játék így ijeszget. A játék ide jön, megjavítja ezt homokzsák. Szerintem meg csináld meg az ajtót, ezeket. Állj. Az építéssel... Az építészbe beletartozik az, hogy megépíti a kijelölt dolgokat, igen. Épületet javít, tárgyat javít, tetőt ácsol, tetőt bont, állványt épít, állványhoz anyagot visz, tervrajz, hogy anyagot visz, épületet lebont, épületet leszerel, padlót szed fel, padlót simít. Tehát az utolsó pont az, hogy padlót simít. Tehát ami nincsen minden más elintézve, addig nem csinálja. És azért nem hajlandó észit elkezdeni nekem dolgozni, mert rengeteg javítani valóban még. Feltételezem én. Én. Meg lesz még ma, haver. Itt már itt van az alapanyag? Tudom mit? Mutatok nektek egy jó technikát. Mi van akkor, hogyha rengeteg javítani valótok van, mint most? Ez egy nagyon-nagyon jó technika. Fogjátok a szerencsétleneteket, és kerestek egy olyan helyet, amit mondjuk ki tudtok jelölni neki, korlátozások, beltér körzet 2. A körzet 2-t én most szolidan le is fogom bontani. Le is szedjük. A körzet 2-t leszedjük, erre most nekünk nincsen szükségünk, az egészet eltakarítjuk, kis hián úgy, ahogy van. Igen, itt is, itt is, itt is, itt is. Ez egy olyan technika, amire nem rég jöttem rá, nem is használtam, de rengetegszer kihúzott volna a szarból, hogyha ezt már korábban tudom. Fogtok egy körzetet, ott, ahol a munka van. Így. Fogjátok az embereteket, és ezt az egyetlen egy embert berakjátok a körzetbe. És az az ember, kicsit gyorsítunk, rákényszerül arra, hogy bemenjen a körzetbe. És hogyha a körzetben vannak olyan feladatok, amiknek az ellátásáért ő hivatott, akkor kizárólag ezeket a dolgokat fogja csinálni. Így lehet nagyon jól kitakarítani egy szobát. Így lehet... Már ne haragudjál, ész! Ez a vendégek számára van fenntartva. Mert mindjárt alszol, ne parázzál. Ó, gyem meg! Hopper bogarak! Érted? Hopper bogarak! Hopp! Semmi baj, semmi gond. Nincsen semmi para. Semmi. Vendégeink meghalnak, kapcsolatunk megint rosszabb lesz. És... hány másodpercünk van? 10-15 másodpercünk van, hogy reagáljunk. Na most, odakint van néhány emberünk, akit a lehető leggyorsabban be kellene tolnunk. És van egy olyan problémám, ész mindjárt elalszik, és ő azt mondja, hogy szeretne is aludni. Beosztás. Sok mindent kell visszacsinálnom. Sok mindent kell. Munka. Ész. Hány óra van? Azt mondja, hogy 21 óra dolgozzál mindenféleképpen, ész. És ugyanazt fogom csinálni, amit eddig csináltam. Körzetek. Akkor beltér. És ezeket itt a lehető leggyorsabban csinálja meg. 10-15 másodpercen van, hogyha mákom van, megcsinálja. Ha nincs mákom, akkor elvesztem egy jó pár emberemet. Többiek? Oké. Harcba, és húzzatok oda be. Húzzatok oda be. A lehető leggyorsabban. Ész. Kérlek. Hopper bogarak jönnek.
Remélem, hogy rengetegen vannak. És most szépen mindenkit vissza fogok terelni észkivételével a beltérbe. És nagyon-nagyon remélem, hogy ezek a hopper bogarak meg fognak halni azáltal, hogy a vendégeim megölik őket. Gyorsan körülnéztem, sehol nincsen olyan terület, ahol esetleg be tudnak szállni. Ez a zóna van még. Ott van egy ajtó. Erre kell figyelnem. Jó, történnek itt a dolgok. Történnek itt. Nincsen itt pihenés. Nincs itt egyáltalán. Minek? Egy kis hopper bogár. Tudod, hogy érezd a törődést, Uno. Hogy itt tudd, hogy mi a helyzet. Jó, a beltér kettőt kicsit átalakítjuk, hölgyeim és uraim, mert csak... Az olyan beltér, ezt is használjátok, gyerekek. Így. Jó, bőven sok. Bőven elég. Jó, beltérbe legyen mindenki. És Ace, én nagyon-nagyon remélem, hogy te rohadt gyorsan meg fogsz csinálni mindent. Meghibásodott automata ajtó. Nem baj, ezzel nem foglalkozunk. Mi megy rajta át? Ugye Carmen, állj ide, fedezd Ace-t. Gyerünk, 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 gyerünk. Oké, még nem jönnek. Jó? Aktív mind a kettő. Kimi? Kimi? Valószínűleg nem. Figyelj már, Kimi, én lehet, hogy elmondtam neked az előbb. De legyen már a beltérbe. De amúgy mit akarsz csinálni? Elveti ezt körzet? Miért? Az a külterületen van, ne viccelődjél már velem. Ész, menjünk be. Jó, rendben. Van kettő darab tornyom. Illetve van néhány fegyveres. Jolly, rád nincsen szükségem. Illetve ők még aktívak. Ott az első hopper bogár. És valószínűleg elvesztem az állataimnak egy részét, de nem vagyok benne biztos, hogy megtámadják az állatokat. Meglátjuk. És lehet, hogy megkockáztatom ennek a felépítését. Lehet, hogy meg fogom kockáztatni. Körzet 2, körzet 2-t nem kérjük. Körzet 2. Úgy. Ész. Bentről menjünk. Oké, külterületre jön. Le is esett. Builderbot. Jó, megtámadják őket, de addig is megmenekülünk néhányan. Kakas halálos vágást kapott. Pont a kakas! Ez a játék gonosz. Ez a játék gonosz. Egyetlen egy kakasom van. Egyetlen egy kakasom, ki hivatott az egész csirke kolóniámat felvirágz... Nem hisztizek, maradtak pulykáim. Nem hisztizek. Na, állatkáim, az a büdös nagy helyzet. Áll a belső szoba. Hogy mit szólnátok, hogyha átjönnétek ide? Csak úgy lazán. Az az áll a belső szobát meg így eltakarítanak innen a francba. Háj, gyerekek. Állatok. Áll a belső szoba, mindenki, aki életben maradt. A kakast egyetlen egy hopper támadta meg. Amúgy ezek a hopperek nagyon durvák. 4, 5. Kritikus riasztás tűz. Hát mert pont a bumpatkányt, pont nem a bumpatkányt kell, de pont a bumpatkányt kell. És ez most szépen kigyújtja nekünk az egész. Az a bumpatkány is. Jó van. Okos. Okos, 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 okos. Oké, van kettő meddő tojásunk, igen. Húsunk az van. Kevés kajánk van, az a büdös nagy helyzet. Igen. Ebből hamarosan aratási időszak van. Ace, gyere ide. Az állataink lesznek, akik ezt a támadást megpróbálják nekünk... Pee-t meg is támadták, Pee. Téged fel akartalak venni amúgy. Pee! Pee-t fel akartam venni... Kutatónak. Nem sikerült. Itt nem sikerült. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hopper van. És Pete még megmenthetjük. Amúgy, ha Pete nem kap nagy sérülést,
simán meg... Azt nem láttam, gyerekek! Azt nem láttam, de Ace megölt egy hopper bogarat. Ja nem, nem, itt voltak a tornyok is. Jó, oké. Mindenféleképpen építs. Szép volt. Buci halálos vágást kapott. Carmen kapott egy sérülést. Azt hiszem, hogy bemehetünk. Igen, be is megyünk. Az meg becsukódhatna. Ace, mit csinálsz? Sétál. Azt ott miért nem tudod megcsinálni? Nem? Ja, hát akkor megölöd. Akkor megölöd, fiam, jó? Huang készen áll arra, hogy Pulyka négy halálos vágást kapott. Szarvasmarhám is meg fog halni. Igen. Dizzy, álljunk már odakit! Azt öld meg! Oké, meglőttük a rohadékokat. Lehet, hogy Dizzynek a példáját kellene követnünk? Kicsembot halálos vágást kapott. Tudod mit, Dizzy? Gyere be! Gyere be! Úgy. Most menjek ki. Oké, azokat eltaláltuk. A drónok ilyen szinten egészen jók. Indokolatlanul sok hopper bogár jön, és a hopper bogarak kigyújtják a területeket, ezt nem viszem el. Jó, mondjuk maximum a csontokat meg a hullákat égetik el, de ez úgy az... Fuck! Ace, megölted már? Raktár terület. Körzetek, úgy de nagyon nyögvenyelősnek érzem. De nagyon nem érzem azt, hogy mennyire király ez. Összes törlése, tetemek, állati tetemek, rovar tetemek, és észt kivesszük a csatából. Elfogyaszt hopper fenntartva, a kitchen bot tír egynek, nem tudja előrevenni, nem tesz takarítást, nem lehet. Tehát nincs üres sírhely, nem lehet cipelni hopper, nincs engedélyezett üres hely. Haver! Az ott beszakadt? Oda valami berepült? Hey! Hey! Mióta szokás berepülni a kolóniába, aztán itt elkezdeni rendetlenkedni? Ezt nem hiszem el! Ezt rövid úton sem hiszem el! Szerencsétlen Lindsay is leesett lábról. Nem, harcoljunk. Carmen, te is harcolj. Ugyanis van bent a bázisunkban egy hopper bogár. Van bent egy hopper bogár, tudod-e? Gyerünk, Rose! Fejed ketté! Mi van? Van egy berettája, egy 950-es berettája, és csak éppen meg karcolta. Törése van. Ahelyett, hogy így rátartaná a pisztolyt, és így meghúzná a ravaszt, így tussal. Mert túl sok Call of Duty-t játszott. Azért! Na jó, van, itt Dizzy elég nagy veszélyben van. Leszeret két hoppert? Hopper! Oké, szerintem ilyen másodpercenként fogunk váltani. Ész, gyere ide! Hát ő valószínűleg meg fog halni. Megpróbálunk rálőni. Ha Olerbot halálra lett szúrva. They really enjoyed your stay. Score 71, they will visit again few days. Úgy legyen, gyerekek! Néhány napon gyertek vissza! Jézusom! Melyik mondja? Ki mondta? Huang? Te voltál ez a vagány gyerek? Segédmunkás. Huang azt mondta, miután kapott halálos sérüléseket, szenvedtel az egyik társa. Gyere, haver! Nagyon szép! Nagyon bravo! Remek! Egyszerűen pazar! Oké, szépen mindenki lefekszik aludni, illetve ledől.
Nagyon remélem, hogy... Dizzy, menjél be! Dizzy! Dizzy! Csukodjon be az a nyomorult ajtó! Úristen, benn vannak a bogarak a bázisomba, ezt nem hiszem el! Hopper bogarak, ahelyett, hogy figyeltem volna... Haragszok magamra, hölgyeim és uraim. Határozottan... frusztráltnak érzem magam most. Nyugalom. Nyugalom. Korlátozás, beltér, ész. Orvosoljuk a problémát, jó? Azt mondja, hogy... Körzet kettest megszüntetjük. Ész. Nem szépen húzzál ide. Igen, itt szakították be a sziklát. Dizzy, menjél oda. Milyen sérülés szenvedtél? 12 óra múlva meghal. Az egy nem annyira jó hír. És van bent kettő Hopper bogár a bázisomba. Oké, okay, rendben. Azaz annyira nincsen rendben, Carmen. Nincs közvetlen életveszély. És Dizzy az, aki az orvoslásért úgy igazán felelős. Jó, lássuk, hogy ki az, aki még jó orvos. Ace. Az nem rossz. Hogy állunk? Nem állunk valami jól? Halálos vágás kap. Igen, bejöttek ide. Jó, oké. Legalább a bumpatkányom, hogyha felrobban, akkor... akkor nem fog tüzet csinálni odakint. Mennyi kajánk van? 20. Annyi elég lesz szerintem. Ész. Lásd el Carmen. Na? Igen, meghalt a bumpatkány, meghalt egy újabb rohadék. Oké, ő is meg fog halni. Csak várni kell! Csak várnunk kell! Várnunk kell eleget, hölgyeim és uraim is. Megoldódnak a problémák. Ezek a nyomorult drónok azok, akik idegesítőek tudnak lenni. És lehet, hogy le kellene szabályoznom őket. Te ott éhen fogsz halni, haver. Neked ott semmi esélyed. Neked ott semmi. Ezt is tiltsuk le. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy a drónok egyáltalán felfogják-e azt, hogy mi az, hogy területen való tiltás. Esik az eső végre. Jó, azt a plasztocélt feljelhetett egy kis köcsög. Szarvas marhának mennyi esélye van, hogy életben marad? 8,7 órommal meghal, 5,2 órommal meghal. Jó, rendben, értem. Tehát akkor a túlságosan sok állatnak ez az egyik hátránya. Ha mindenki meg fog halni, mert jönnek azok a rohadék hopper bogarak egy nagy támadás után. Jó, a játék kedves. Határozottan kedves. Lásd el őt is. Ugyanis 11 óromon meghal, nem szeretnék, hogy meghaljon több duplikáns. Több emberünk. Remélem, hogy ebben a minusz 9 fokban azért kapsz egy kis hipotermiát, hogy rohadnál darabokra. Szét fogja verni? Nem. Fú, mire az éhes lesz. Oké, azt ott tiltjuk, azt is tiltjuk. És akkor ott nem fogunk közlekedni. Nagyon jó. Lehet, hogy ide kellene a drónokat... Mi lenne, hogy egy takarító robotot áthoznék itt? Figyelj! Nyitva tartjuk. Kimegy a hideg, nem érek el most. Bogarak vannak a hűtőmbe! Bogarak vannak a hűtőmbe. Áll a belső szoba. Ez. Az legyen a belső szoba, jó? Az ott, az állat belső szobát innen eltakarítjuk a francba. És azt mondom, én az egyik robotomnak mond, ennyien maradtam. Szégyen! Mondjuk, cleaner robot. Ott van, cleaner robot 1-es. Robotok, cleaner robot, mert végig is abszolút csak egy van. Állat belsőbe menjél be. Mit szólsz? Mész? Megy, oké. Okay. Nem tud újra töltődni, ó szegény, hát mennyire röstellem és sajnálom. Nagyon jó. Hibátlan. Most azt a kettőt ki kellene onnan húzni.
Oké, okay, hol legyen? Ott legyen az állat belső szoba. Mégis kigyulladt valami, nem baj, tetemek elhamvadnak, valószínűleg a kábel is ki fog gyulladni. Ahogy én ismerem a játékot, nem tud úgy elmenni mellette, hogy a kábel ne gyulladjon ki. Na, áll a belső szoba. Egy. Hol van retek? Ott van retek. Úgy. És most, hogy az a drón ott kitakarított, remélem, hogy ki fog takarítani, az áll a belső szobát, én eltakarítom. Cic. Haver. De, már nem azért, de erről van szó, vonuljál. Nagyon jó. Ez nagyon-nagyon szép volt. Egy nyúl megszelidült! Neked mennyi maradt még? 15 óra múlva halott. Dizzy, te hogy állsz? Dizzy hibátlanul. Mentsük meg őt, Lindsay. Lindsay az mi? Lindsay a vérszomjas, nem? De. És művész vérszomjas. Drog megszállott. Hát, nem nagyon akarom amúgy megmenteni, az a bűnös nagy helyzet, mert hogyha megmentem ezt a szerencsétlent. Oké, következő hoppert is kiütöttük. Nem tiltjuk, nem tiltjuk. És ezt itt nyitva tartjuk. Hogyha megmentem ezt a szerencsétlent, áll a belső szoba. Oda. Ezt tiltjuk, ne menjél, senki ne menjen. Gyerünk, drón! Szedjed össze magad! Ha megmentem, akkor cleaner bot állat belső szoba. Jó, rendben. Hogyha észreveszi, hogy mindenféleképpen oda menjél. Mindenféleképpen oda menjél. Jó, oké. Okay. Korlátlan. Mehetünk haza. Jolly? Johnnynak ki van adva, hogy beltér. És ez a nyomorult, hol közlekedik szerintetek? Itt. Legalább lett egy silány favorunk. Fantasztikus. Oké, okay, harcolj! Harcolj, drón! Gyerünk, harcolj! Nem ölted meg. A kutya fáját, nem baj, legalább most már kijön az a rohadék bogár a hűtőből. És még egy sorozat. Mit gyerünk? Oh! Nagyon jó. Maradt még életben Hopper? Ezt ne tartsuk nyitva. Ezt se tartsuk nyitva. Ezt használhatjuk. És ezt se tartsuk nyitva. Hú, hölgyeim és uraim. Lássuk, hogy hol vannak még a bogarak. Azt hiszem, hogy nincs egyéb. Itt van egy, aki meghalt. Kigyulladt és meghalt. Helyes, helyes. Én ennek piszokul tudok örülni. 16 óra múlva meghal. És ez is. Jó. Jolly, gyere, csukd be a hűtőt. Dizzy, te mit csinálsz? Eszik. Nagyszerű korlátozások, beltér és korlátozatlan. Vissza a robotoknál is szintén korlátozatlan. Fú, én ebből sokkal nagyobb romeltakarítást terveztem, de megépítettem gyorsan kettős redder turretet. Mondván azt, hogy mi van akkor, hogyha van valami probléma? Mi van akkor, hogyha nem minden úgy jön össze, ahogy én azt szeretném? Cipeld el onnan azt a drónt. És teljes mértében igazam volt, hölgyeim és uraim, mert ez jó lenne, hogyha ott eloltaná valaki, aki mondjuk alkalmas rá. Mert igen, jöttek a hopperek meglepetésszerűen, és én feltételezem, hogy a játék olyan kedvességgel rendelkezik, hogy ezek a támadások most már véget nem érőek lesznek, és nagyon remélem, hogy a következő részben tudok stabilizálódni, és meg tudom csinálni a védelmem olyanra. Azt szétszették? Nem. Ne tartsuk nyitva. Olyanra, ami most már normálisan helyt tud állni. Hú, izgalmas volt az ostrom. Kemény volt, hogy meghalt Rico.
de ez volt a leginkább az a rész, amikor úgy éreztem, hogy tehetetlen vagyok. Nem baj, de ezt követően most már szerintem csak pozitívabb részek jönnek. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, közeledünk a 30. részhez. Ez most egy kicsit töményebb volt, illetve kevésbé változatos rész, de hát muszáj volt a romokat eltakarítani, muszáj volt stabilizálódni, és muszáj volt előre gondolkozni, és ezt a nyomorult hopper támadást résztegesen kezelni. Gyűlölöm a bogarakat! Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a figyelmet! Én Uno voltam, és mint mindig találkozunk legközelebb is! Szevasztok!